Február 5-én rendezték az idei Bereckis szalagavatót az iskola tornacsarnokában. A program Horváth László igazgató megnyitó beszédével kezdődött, majd hirtelen igen magasra nőtt az egyfőre eső menyasszonyok száma a táncparketten. Ezt követően a szülők, a tanárok, a diáktársak és a barátok nevében is köszöntötték a végzősöket, közte Tamás Kincső, Mezőfi Ráhel és Balog Máté is énekelt, akiket Faller Balázs kísért. A műsor végén a menyasszonyok egy másik csoportja is bemutatkozott, sőt ezt követően felkérték az iskola tanárait és a szülőket is. Az ünnepi felvezetés után jött az est fénypontja, a szalagok feltűzése. Elsőként Horváth László igazgató és Kapás Eszter igazgatóhelyettes esett át az idei tűzkeresztségen. Az osztályfőnököknek az igazgató tűzte fel a szalagot, majd átadta a stafétát az ófőknek. Minden osztályt külön szólítottak, és egy jó hangulatú, változatos, vidám ceremóniát láthattunk, ahol sok furcsaságot megtudhattunk a végzős osztályokról és diákokról. A hivatalos programot a közös fényképek elkészítése zárta, majd következett zárt körben a vacsora és a buli hajnali kifulladásig.